üres az utca, a piac utca, közepén notára lép a százal. Csőd és puskája, flancos ruhája, szüronya van a magyar huszárnak. Váltja a lépést, kütyi szaporán, nézi az ablakán a szőke barlalán. Széles az utca, a piac utca, közepén notára lép a százal. Vágja a lépést, kütyi szaporán, nézi az ablakán a szőke barlalán. Széles az utca, a piac utca, közepén notára lép a százal. Szépen szól az ezred trombitája. Szépen jár a kis pejlovaltába. Járja a kis pejlovam lába. Gyönge testem, fáradt testem illik a hátára. Járja a kis pejlovam lába. Gyönge testem, fáradt testem illik a hátára. Hallottátok a trombita szót? Ti hallottátok? 1848-ében letekint az Úristen a földre. Körülnézte egész Magyarországot, hogy csatáznak a jó magyar huszárok. Hallottátok a trombita szót? Én hallottam valami dalát, még mindig járja a táncot. Ti nem tudjátok, mit jelent? Miért? Mit jelent? Tudod, mit jelent? De hogy tudom, mit jelent? Minden férfire szükség van, aki magyar, velünk van. Én beállok katonának. Én is katona akarok lenni. Adok én majd neked katonáskodást estére, haza gyere, különben nem kapsz vacsorát. De jó erőben van, uram, ne üldögéljen, ne gondolkodjon sokáig, talpra hamar, itt az idő. Beállok én is katonának, rám is szükség van. Menj, ha menned kell, én visszavárlak. Ha van két jó erős kalód, és két fürge lábad, ha meg hű szíved a hazádhoz, akkor köztünk a helyed. De annyi dolg van a házkalunk, kivéve ilyen helyetem. Csak fel, te is öcsém, látom, ma nem eszél. Ki nem gondolhattam, vajon hol termettél? Ott bekezed, látom, jó katona leszel, látom személyedet. Nincs nekem időm harcba menni, hiszen annyi itt a munka az állatokkal. Hát te öcsém, csak nem feleséget szánod, azért nem adsz kezed. Hidd el, meg is bánod. Ne félts engem, kedvesem. Menj, ha menned kell, én visszavárlak. Penge éles kardom hegyét, kerülj az ellenség. Kiveledik pályban szívta, talán most is leszked még. Új elő a szoknyám mögül, te anyám asszony katonája, ragadj fegyvert és állj a többiek közé. Jó, bátor leszel. Jó, bátor leszel. Egyetek ti is a többiek után.
vasvillámat lecserélném egy jó éles kardra, hadd suhintsak én is az ellenséges hadra. Vagy nyerek, vagy vesztek, szentjét próbálok, vagy már vitézek, ezt mindnyájan látjátok. Lépés, kezd meg! Jó lovas leszek!
Esküszöm, hogy cseles leszek. Esküszöm, hogy fürge leszek. Esküszöm, hogy kitartó leszek. Esküszöm, hogy fürkös leszek. Esküszöm, hogy fáradhatatlan leszek. Esküszöm, hogy ügyes leszek. Esküszöm, hogy jó huszár leszek. Esküszöm, hogy jó harcos leszek. Esküszöm, hogy bátorsos leszek. Esküszöm, hogy éber leszek. Esküszöm, hogy engedelmes leszek. Esküszöm, hogy bátor leszek. Esküszöm, hogy erős leszek. Mégis, hogy akartok harcolni kard nélkül? Azám, hol a kardunk? Na, majd én segítem.
paprikával. Én hazaválok paprikás krumplival. Én hazaválok krumpli főzelékkel. Én hazaválok mafinnal. Én pörköltel válok haza. Én zöldséglevesre várlak haza. Én hazaválok babfőzelékkel. Én hazaválok paradicsomlevessel. Én hazaválok paradicsomos spagettivel. Század lépés, kezd meg! Tisztelt polgármester úr, tisztelt alpolgármester asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak, tisztelt ünneplő közösség. Az elmúlt percek azt a reményt adják mindannyiunknak, hogy akár a 200. évfordulót követően is van esély arra, hogy lesznek, akik a március 15-i nemzeti ünnepünkre megemlékeznek. Köszönet ezért a legfiatalabbaknak, és külön köszönet azoknak, akik nem kis munkával vélhetően felkészítették őket. Tempore mutantur, et nos mutamur in illis. Az idők változnak, és velük együtt változunk mi is. Ugyan a legtöbbször bánkódunk az idők változásán, vagy mert ilyen az emberi természet, vagy mert valóban rossz irányba megy a világ, vagy mert az idősebb generációkhoz tartozók többször beszélnek erről, és ők valójában saját fiatalságukra emlékeznek eképpen. Mégis van, hogy az idők változása egyértelműen előremutató. Ma a szabadságszerető magyarok egymást követő generációi 168. alkalommal emlékeznek 1848. március 15-ére. A Bach korszakban titokban és fenyegetettségben, a kiegyezés után immár konkrét tilalom nélkül, de hivatalosan mindig a megbékélést hangsúlyozva, a két világháború között szabadon, majd a második világháború után 1951-től egészen 1987-ig a nemzeti ünnepet ismét munkanappá változtatva a hatalom gyanakvó rosszallása kíséretében lehetett emlékezni. Akárhogyan is, 1989 óta eltelt lassan 3 évtized, a leghosszabb időszak, amikor mindannyian szabadon, kiki saját meggyőzése szerint ünnepelheti a szabadságot és nemzeti függetlenséget zászlajára tűző 1848-as forradalmat. Mikszáth Kálmán 60 évvel a szabadságharc után így írt a márciusi ifjakról, idézem. Nem fontolgattak semmit, hanem nekivágtak, és megcsinálták március 15-ét egy verssel és egy pár csörömpölő jurátus karddal. És mi most is ebből élünk, eddig az idézet. A bátorság, a hazaszeretet, a jó cél és a nemes szándék megsokszorozza az erőt. A március ifjak egy verssel és egy pár csörömpölő jurátus karddal történelmet írtak. Történelmet, mely úgy illeszkedett az Európa több országában forradalmakat eredményező szabadságvágy megnyilvánulásainak sorába, hogy a legáldozatkészebb, a legbátrabb és a legtovább kitartó volt azok közül. Palermo, Nápoly, Párizs, Bécs, Pest, Milánó, Berlin, a népek tavasza, az európai szabadság fővárosai. 1848-ban ezekben a városokban született meg a mai modern Európa, a szabad nemzetek Európája. A reformkor és a nemzeti ébredés pezsgő évtizedeit követően 1848-ban a párizsi, majd a bécsi forradalmak után a márciusi ifjak nem csak azt bizonyították, hogy a nyugat részei vagyunk, de azt is, hogy a nyugat sorsának alakítóivá tudunk válni. A korabeli történet szerint, amikor Petőfi Sándor a forradalom előestéjén megmutatta barátainak a nemzeti dal első változatát, annak kezdő sora így hangzott: rajta magyar.
Erre Szikra Ferenc csak annyit mondott, barátom, elébb talpra kell állítani a magyart, aztán rajta. Petőfi megfogadva a tanácsot átírta a vers elejét, s így az utána jövő generációk magyarságának már a talpra magyar felkiáltást testesítette meg a nemzeti függetlenségért vívott küzdelem szimbólumát. Amikor Kossuth, Pest-Budán, Cegléden, Kecskeméten, Szegeden ezzel fordult az összeseleglett emberekhez, veszélyben a haza, sorsdöntő órák előtt áll nemzetünk. A kérdés az, veszni hagyjuk kivívott jogainkat, függetlenségünket, odahajtjuk büszke magyar fejünket a császári saskarma alá? Akkor az összeseleglett polgárok a kérdés egységes, nemleges megválaszolásával a magyar szabadságra és függetlenségre mondtak igent. A nép határozott véleménynyilvánítását tett is követte. Fiatalok és idősek ezrei adták életüket vitéz helytállásban, a császári, majd a cári csapatokkal szemben, a szabadságharcban, a magyar hazáért és szabadságért. Akik a harcban nem tudtak részt venni, azok pedig, amivel csak tudták, segítették a közös nemzeti ügyet. A szabadságharc finanszírozására is kiadott Kossuth Bankó fedezetének biztosítására például közadakozást hirdettek. Széchenyi István egy mázsa ezüstöt, Rottenbiller főpolgármester saját óráját és pecsétgyűrűjét, az egyszerű asszonyok pedig ruhájuk ezüstgombjait ajánlották fel. Ebből is látható Széchenyi igazsága, a nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában, a nemzetben rejtezik. A szabadság kivívása azonban soha nem megy egyedül. Lengyel bemapók, francia Guyon-Richárdok, szerb Damjanics Jánosok, német-osztrák Leininger-Westenburg Károlyok nélkül a magyar nemzet sohasem tudta volna megvívni a szabadságért folytatott küzdelmét a császári udvarral és a vele paktáló orosz birodalommal szemben. Akárhogyan igaz az is, hogy a szabadságharc bukásának egyik oka éppen a külföldi szövetségesek hiánya volt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nemzeti ünnepek sokat árulnak el egy ország történelméről. A mi nemzeti ünnepeinken a több mint 1000 éves magyar állam alapítására és elbukott, majd megtorolt és vérbefolytott forradalmaink kitörésére emlékezünk. Felületesen csak a kontúrokat láttatva, de alapjában véve mégis pontosan mutatja ez az önálló államiságunk létrejötte óta magunk mögött hagyott időt. Tiszteletet parancsoló távlat, hagyományok, függetlenség iránti vágy, majd az egymást követő elnyomókkal szembeni tragikus véget ért szabadságküzdelmek. I. és Gyula nemzeti karakterünkről írt gondolata is megerősíti ezt, ahogy ő fogalmaz, ha megvizsgáljuk a magyar emberek lelki tulajdonságait, akkor valamennyi alján a szabadság és a haza szeretetét találjuk. Míg 1956 tanúi, hősei és levelői közül néhányan még ma is velünk élnek, addig 1848 március ifjaival kapcsolatosan csak arra támaszkodhatunk, amit a kor szemtanúi megörökítettek, és amit a történelem tudomány számunkra felkínál. Mégsem hiszem, hogy március 15-ét ne éreznénk október 23-ához hasonlóan közel magunkhoz. Időben nyilvánvalóan nem, de a magyar líra és költészet Jókai, Arany, Petőfi élményszerűvé és átélhetővé teszi a több mint másfél évszázaddal ezelőtt történteket. Aranynál láthatjuk legtisztábban, hogy a ki nem mondott szavak is lehetnek világosabbak és egyértelműbbek a kimondottaknál, hogy az irodalom, az irodalomban a párhuzam ábrázolásához elegendő egy egyenes vonal is. Így teremthet kultúrát a történelem. Így válik átélhetővé, ami az időben a földi élet hosszához mértem, majd 17 évtized elteltével valószínűtlenül távoli. 1848 legfőbb üzenete, hogy nincs egyéni szabadság a közösség szabadsága nélkül, mert rab nemzetnek nem lehetnek szabad polgárai. Legyen lelked szabad, legyen hangod igaz, írja Babits Petőfi koszorúit életre hívó művében. És valóban, mint 1848 is tanúsítja, az igazság követelése a szabadság iránti vágyat is magában foglalja. Ez egyirányú út, mert a szabadság nem feltétlenül hozza el az igazságot, de az igazság rabságban nem juthat érvényre. A nemzet és polgárai szabadságának igénye az egyén belső lelki szabadságán alapul. A lélek szabadságának igénye pedig az igazságban gyökerezik. A belső lelki és a külső fizikai rabság az emberi igazságérzettel összeegyeztethetetlen. Ahogy már a francia forradalom során a legtalálóbban megfogalmazták, minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad, a társadalmi különbségek csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulnak.
Ma hazánk szabad és független államként az európai közösség tagja. Az európai nemzetek közötti együttműködés szükségessége akkor sem vitatható, ha az együttműködés mai intézményrendszere és működése gyakran jogos felháborodásra ad okot. E felháborodás azonban nem az együttműködés tényével, hanem a valóban létező hibákkal szemben megfogalmazható. Ugyan sokan károsztatják napjainkban, és különösen közös nemzeti célt kitűzni képes forradalmaink megünneplésekor a hazai közélet gyakori cívódásait, mégis a forradalom legfőbb céljának, a szabadságnak természetes és hasznos része a politikai vita. Így volt ez 1848-ban, így volt a kiegyezést követően, így volt a két világháború között, majd rövid ideig a második világháború után, és így van ez a rendszerváltozás óta. Az azonos kérdésre sokszor a legnagyobbak sem adtak azonos választ, hiszen nyilvánvalóan nem mindenben értettek egyet a 19. század nagyjai, sok mindenben nem értett egyet egymással Széchenyi és Kossuth, Arany János és Deák Ferenc. Ha van bennünk elegendő belátás, akkor a vitákban felsorakoztatott érvek méltányos értékelése jobb megoldásokra ösztönöz. De a közéleti vita alapja és kiinduló pontja nem lehet más, mint hogy mi Magyarország érdeke. Mi a nemzeti érdek? Ha ezt sikerül úgy meghatározni, hogy az odavezető út helyességéről folytatott viták ellenére ugyanazt értsük alatta, akkor megemlékezéseink is méltóbbá válnak, hiszen az 1848-as forradalom sokféleképpen megörökített pillanatai elsősorban mégis a nemzeti egység ígéretére, nemzeti létünkből adódó közös céljainkra emlékeztetnek minket. És bár 1848 európai forradalmi hullámában Magyarország még akkor is küzdött, amikor Európa már rég lecsendesült, a dicső küzdelem végül mégis elbukott. Azonban a forradalom céljai a hősies küzdelem és a véres megtorlás során megszentelődtek. Az első felelős magyar miniszterelnök Batthyány kivégzése, az aladi 13-ak hősies életáldozata, Kossuth örökös számüzetése a hitelesség pecsétjét jelentette a szent célokért folytatott harc követeléseim. Ma, amikor Magyarország minden súlyos nehézségünk ellenére szabad, nincs más dolgunk, mint úgy megőrizni emléküket és a forradalom emlékét, hogy céljainkat és tetteinket mindig az általuk meghatározott célok és véghez vitt tettek fényében vizsgáljuk. Ki fog derülni, mi az, ami időtálló, és mi az, ami könnyűnek találhatik. Minden nemzeti ünnep alkalom a számvetésre. Természetes, hogy az egyéneket és a kisebb közösségeket is legtöbbször saját céljaik vezérlik. A demokrácia és a versenyre erényként tekintő piacgazdaság működése e természetes emberi törekvéseken alapul, és ne feledjük, az élet minden területén szörnyű borzalmakat hozott az a rendszer, mely az egyének képességeire, munkájára és szorgalmára tekintett nélküli egyenlőséget erőltetett. A legmélyebben a magyar nemzeti romantika részévé vált forradalmunkra emlékezve azonban nemzeti ünnepünkön nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a nemzet azokat őrzi meg évszázadok után is emlékezetében, akik akár saját személyes vagy közösségi érdekeikkel szemben döntő pillanatokban a nemzet egészének szolgálatába álltak, akkor is, ha ezért az adott korban nem köszönet járt, hanem hátratétel, sokszor szenvedés jutott osztály részül. Rájuk emlékezve magunkat is emlékeztetnünk kell, hogy a földi élet véges, és egy nemzet történetében nem az az örök, ami önös, hanem az, ami önzetlen. Ha a nemzeti érdek érvényesítését tartjuk szem előtt, akkor mindannyiunk számára útra való lehet Kossuth intelme, soha le nem mondani, soha el nem csüggedni, ha kell, mindig újra kezdeni. Köszönöm, hogy meghallgattak.
ezt nem értem. Már megbocsásson. Mit nem ért, uraságod? Örvendek. A nevem Thomas Johnson. Angliából jöttem. Világutazó vagyok, és először járok Pesten. Örvendek. Vasvári Pál, honvédőr nagy vagyok. Megmondaná, ura? Mi ez a felfordulás? Egyszerű a magyarázat, Mr. Johnson. Pesten kitört a forradalom. Kitört a forradalom! Na hát, ez roppant érdekes. Mitől olyan érdekes ez? Nemrég Szicíliában jártam Palermóban. Akkor ütött ki ott a felkelés. Én békeszerető ember vagyok, ezért tovább utaztam Milánóba. Alig voltam ott egy hétig, kitört a forradalom. Felpakoltam. Mentem a Németalföldre, Münchenbe. Alig szálltam le a kocsiról, kitört a forradalom. Rohantam Bécsbe, hogy szállást keresek. Hát akár hiszi, akár nem. Ott is kitört a forradalom. Hajóval persze sietek, és tessék! Emberek! Kitört a forradalom! Hallja! Meg ne álljon, mister! Siessen, mert itt a forradalom! Gondolám. Ki tudja, mi nem történik, míg én haza nem érek.
Nélkülem kezdődjék a forradalom? Nem! Siettem át ide hozzátok vissza a Pilgaxba. Tennünk kell hát valamit! Tennünk bizony! Tetre, ifja! Tetre, végre! Verjük le a lakatot! Mit sajtunkra? E szentségre? Istentelen kézakot! És ha jöjj a zsoldos ellen, majd bevárjuk, mit teszem! Inkább szurony a szívekben, mint bilincs a kezeken. Éljen! Hallottuk hírét Kossuth Lajos beszédének Bécsből. Indítvány azt a közszerviselés kimondását. Felelős magyar kormány létrehozását követelte. A birodalom örökös tartományai számára is szorgalmazta az alkotmányt. Mit kívánt tehát a magyar nemzet? Kívánjuk a sajtószabadságát, cenzúra eltörlését. Kívánjuk! Felelős minisztériumot Budapesten! Akarjuk! Évenként jó országgyűlés Pesten! Úgy legyen! Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben! Kívánjuk! Nemzeti hadsereget! Akarjuk! Úgy legyen! Kívánjuk! Esküdtség, képviselet, egyenlőség alapján! Akarjuk! Nemzeti bankot! Úgy legyen! A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk! Kívánjuk! A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak! Akarjuk! Unió! Úgy legyen! Szabadság! Egyenlőség! Testvériség! Júlia, az orvosigar hallgatói, a mérnöki és jogászkar fiataljai csatlakoztak hozzánk. Megyünk a Landerer és Hekenas nyomdához, hogy követeljük Landerertől, nyomtassa ki a népnek a 12 pontot. És a nemzet ideált, amit Sándor költött. Lehetetlen vállalkozás, hiszen nincs rajtuk cenzori engedély. Ugyan! A nép nevében lefoglaljuk a nyomdát. Nézzetek ki! A tömeg egyre nagyobb és nagyobb. A nép velünk van. Igen! Menjetek! Délután 3 órakor a Nemzeti Múzeum előtt nagy gyűlést tartunk. Hirdessétek! Hirdetjük! Lépési indulj! Haza. Itt az idő most, vagy soha? Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Válasszatok! A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kározottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most a kell, holni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kart, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordunk. Ide veled, régi kardunk! A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok? Lemossuk a gyalázatot! A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és álló imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Menjünk a városháza elé, nyitassuk meg Táncsics börtönét. Éljen a forradalom! Éljen a hazafi! Kemény szél fúj, lángra kap a szikra. Vigyázzatok a házaitokra! Hát, ha mire a nap leanyatlik, tűzben állunk már tetőtől talpig.
édes hazám! Régi magyar nemzet! Alszik-e csak a vitézség benned? Vagy apáink halálával elhalt? Illik-e még oldaladra a kard? Hozott az Isten Dániel. Köszöntünk, kis vitéz. Nagy még a süveg a fejedre? Hajtsd vissza, úgy megáll. A hűségünk fontos, bár veszít a halál. Kardot kötsz oldaladra? Meglátod, megsegít. Itt a dob. Ne félj, az igaz nem veszít. Halálunk egyszeri halál. Múltunk, jövőnk is ránk talál. Csak szóljon a dob! Üsd vert, kisfiam, szabadságunkért szól. Fogadd el most szavam. A sorsod vezessen, hű úton, Dániel. Ki magyarnak születik, az magyarként múlik el. Halára ne gondolj. Előttünk még a nap. A hűséges holtként vagy élőként velünk marad. Hozott az Isten, Dániel. Hív már a kürt, hát menni kell. Áldjon a hűség gyermek. Doppereg! Kész a csatára a sereg! Előre! Süvít a golyó! Cseng a kard! Ezzel kesíti a magyart! Előre! Föl az ászlóval magasra! Egész világ hadd láthassa! Előre! Hadd lássák és hadd olvassák! Rajta szent szó van! Szabadság! Előre! Aki magyar, aki vitéz, az ellenséggel szembenéz! Előre! Mindjárt vitéz, mihelyt magyar. Ő és az Isten egyet akar. Előre! Véres a föld lábam alatt. Lelőtték a pajtásomat. Előre! Én se leszek rosszabb nála. Berohanok a halába. Előre! Ha lehull a két kezünk is, ha mindjárt itt veszünk is. Előre! Hogyha el kell veszni nosza, mi veszünk el, ne a haza! Előre!
Zúgjatok, harangok, ős magyar harangok, elmentek végre az idegen bitangok. Hirdessétek zúgva az egész világnak az első napját a magyar szabadságnak. Zúgjatok, harangok, az egek is rengenek, riasszátok talpra alért nemzetemet. Hirdessétek zengve keletnek, nyugatnak, lesz végre hazája a szegény magyarnak. Zúgjatok, harangok, zúgjatok, zengjetek, adjátok vissza az elveszett hiteket. Hirdessétek zengve északnak és délnek, örömünnepe ez az egész magyar népnek. Nagyon régen érkezett, melyik széllel kérdezett, keresem. Bejártam már több határt, hogy merre jár az igazság, keresem. Ég és föld alatt nem lelem, tengert átszeltem párat. Istent kérdeztem, hol lehet, azt mondta, keresd tovább. Ember mindig remény, benned a föld és az ég. Ember mindig remény, benned a föld és az ég. Bölcs vagy bolond, de lesen, ha kigúnyolnak, megremegsz, de remélsz. Virágmézben, tavaszban, szerelemben, szavakban, de nem élsz. Fény volt benned most, nem leled, hagytad elveszni mára. Kész csak kezet most, hirtelen, meg is áll a világ.